A villamosenergia rendszer stabilitása és kiszámíthatósága, valamint az import kitettség csökkentése érdekében született döntés két új atomerőművi blokk építéséről. Nem vetélytársai, hanem éppen ellenkezőleg jó kiegészítői egymásnak a megújuló források és az olcsón, megbízhatóan, klímabarát módon termelő atomenergia, mondta el Budapesten egy épületgépészeti szakmai konferencián Lenkei István. Hozzáfűzte, hogy a Pakson épülő 3+ generációs modern reaktorokra azért van szükség, hogy a 20 éves üzemidő hosszabbítás után leállításra kerülő blokkok helyére lépve fenntartsák a klímabarát áramtermelés biztosító atomenergia részarányát a hazai termelésben. Mit vár még a új biztonságos blokkok mellett Magyarország ettől az építkezéstől? Azt várja, hogy a magyar gazdaság egyfajta húzóerejévé tudjon válni. Ennek az állaga az, hogy 40%-os magyar ilyen beszállítói részáll legalább legyen meg. Az, hogy az erőművet meddig építjük, egy nagyon fontos kérdés, de ennél még fontosabb, hogy megfelelően készítsük elő, és a szükséges műszaki dokumentáció és engedélyek rendelkezésre álljanak. Erről már Horváth Miklós engedélyezési és felügyeleti igazgató, a társaság vezérigazgató helyettese beszélt. Azt mondta, a magyar nukleáris szabályozás a szigorú nemzetközi rendszer szerves része, s mint ilyen igen komoly elvárásokat támaszt az atomenergia alkalmazóival szemben. A Paks 2 atomerőmű ZRT műszaki igazgatója Kovács Gábor épületgépészeti oldalról megközelítve beszélt az atomerőmű beruházásról. Azt mondta, minden rendszert, legyen szó akár fűtésről vagy szellőzésről, ugyanolyan szigorú elveket figyelembe véve terveznek meg és építenek ki, mint a primerköri berendezéseket.